pont a mai nap vizsgáltam két gyermeket, hogyha szabad ezt elmondani, akik a három kívánság kapcsán mind a kettőt azt kívánták, hogy bárcsak elmúlna a vírushelyzet. Több aggódó szülő kereste fel az elmúlt időszakban Kitanics Márk pszichológust azzal, hogy gyermeke szorong a koronavírus járvány miatt. A szakember úgy látja, a szülők is félnek a pandémia miatt, mert nem tudják, hogyan fognak anyagilag boldogulni, meg tudják-e tartani a munkahelyüket, ki marad otthon a gyermekkel, ha ismét bezárják az oktatási intézményeket. Ez a szorongás pedig áttevődik a gyermekre. Azt is látják, hogy az idősekre vigyázni kell, az idős emberek esetleg megbetegedhetnek, így a nagyszüleiket, a szüleiket is félthetik, és mivel nagyon kevés a hiteles információ, főleg a gyerekek esetében nagyon kevés a hiteles tájékoztatás, azért azt gondolom, hogy ez egy olyan alapfélelmet indít el bennük, amelyet utána, hogyha nem megfelelően kezelünk, hogyha a szülő nem figyel oda megfelelően, nem próbálja meg eloszlatni azokat a furcsa információkat, amelyeket a gyerekek egymás között is osztogatnak, akkor ebből nagy baj lesz, szorongás, félelem, és esetleg olyan blokkok alakulnak ki a gyerekbe, amelyek akár a későbbiek során felnőtt életben is problémát jelenthetnek majd. Megváltozott alvás és étkezési szokások, ingerlékenység, túlzott ragaszkodás, fej- vagy hasfájás, zárkozottság, túl sok idő a képernyő előtt. Csak néhány jel, ami arra utalhat, hogy a gyermek szorong. Az is ezt jelezheti, ha ezek mellett sok kérdést tesz fel a vírussal kapcsolatban. A szakember azt javasolja, ha a gyermek viselkedésében drasztikus változás következik be, érdemes elbeszélgetni vele és elmondani a szükséges, hiteles információkat. Mi történhet ezután, ki az, aki veszélyeztetett korosztály, hogy egyáltalán a gyereket partnerként kezeljük, és megosztjuk vele ezt az információt. A pedagógusoknak pedig szerintem az a feladata, hogy valamilyen szinten megpróbálják megőrizni azt a fajta oktatási rendszert, azt a fajta tradíciót, amiben a gyerek előtte benne volt. Hiszen, hogyha a gyerek azt látja, hogy az oktatási intézményben is egy fejetlenség, egy bizonytalanság áll fenn, akkor ő maga megint elkezdett szorongani. Amennyiben hónapokon keresztül fennáll a szorongás, a gyermek gyakran feszült, elsírja magát, érdemes szakembert felkeresni. Ilyenkor a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz is fordulhat a szülő, a gyermek pszichológiai vizsgálatát kérve. Az oktatási intézményekben is van lehetőség óvoda, illetve iskola pszichológushoz fordulni. Ő az intézményben helyben dolgozik, így van lehetősége megfigyelni a gyermeket. Amennyiben nem elegendő a pszichológiai terápia, akkor a gyermekpszichiáter vizsgálja ki a kicsit.